Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a MOL Arénába Sóstón. Arra kérek, hogy tartsatok velem egy rögtönző stadion túrára. Na, hát meg is érkeztünk az első emeletre, ahol mi játékosok azért nagyon kevés időt töltünk el, szerencsére még, mert az azt jelenti, hogy a pályán vagyunk. Ugye ez az úgynevezett VIP rész, vagy másnap ugye rendezvényteremként is szolgál, ugye, hogyha nincsen mérkőzés, akkor a különböző rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Ahogy láthatjuk, azért egy elég nagy teret foglal magába, úgyhogy ha majd körbenézünk egy picit jobban, akkor azt láthatjátok, hogy tényleg minden igényt kielégítő ez a szint is. És egy pici történelem is azért a falakon látható, ugye a 84-85-ös csapatnak az eredményei. Ezt mindig fontosnak tartom azért, hogy azért legyen jelen egy stadionban a múlt, hogy a későbbi generáció is azért tisztában legyen azokkal, mert a mai fiatalok azért kevésbé. Tudják, hogy mi volt 84-85-ben, én szerencsére még elég sokat láttam abból az elmúlt időben. Úgyhogy mondom, még én is ismerkedem ezzel a résszel, de ahogy láthatjátok, azért ez is egy nagyon modern és, ahogy mondtam, egy minden igényt kielégítő rész. Kérlek, gyertek fel a Skyboxból! A stadion legfelső szintjén vagyunk, így néz ki nálunk egy Skybox. Valószínűleg én is utoljára jövök. Na hát ebben a helyiségben zajlanak azok a dolgok, ami egy futballmérkőzés elengedhetetlen része, de mégsem a pályán zajlik. Gondolok itt a LED falak megvilágítására, az eredményjelzőre és a hangosításra. Jelen pillanatban a játékos kiáróban tartózkodunk. Tőlem jobbra a vendégcsapat öltözője található, balra a hazai. Ugye mi minden nap itt töltözünk, ezért nekünk itt van a konditerem, a videószoba és minden egyes olyan dolog, ami a mindennapos felkészültségünkhöz kell. Úgyhogy mi itt éljük a mindennapjainkat. És akkor itt vagyunk a számunkra legfontosabb helyszínen, a pályán. Ugye nagyon vártuk, hogy újra visszaköltözzünk a hazai környezetbe. Jó itt lenne újra Sóstón. Talán azt lehet kiemelni, hogy a régiek számára picit ismerős lehet a főépület. Azért kicsit hasonlít a régi épületre, de azért az is egy picit modernebb lett. Úgyhogy tényleg itt láthatjátok, hogy azért nagy élmény nekünk is hétről hétre ilyen stadionba készülni és a meccseket játszani. Ugye már az elmúlt két meccset nagyon jó hangulatban játszottunk, úgyhogy remélem ez a hétvégén se lesz másképp. Megtöltik a szurkolók a Fradi ellen is ezt a gyönyörű stadiont. Ugye mindenki számára, mindenki tisztában van azzal, hogy mennyire fontos ez számunkra, ez a mérkőzés. Ugye az ősz utolsó mérkőzése, és hát nagyon nem mindegy, hogy zárunk ezen a meccsen a tavaszi folytatást illetően. Úgyhogy remélem, hogy szép számmal megtelik, ahogy az előbb is említettem, és hogy akár a mérkőzés után együtt ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy velünk tartasz a YouTube-on is, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra.